A kisiparos, akinél tanultam, egy alkalommal mondta, hogy neki a padláson még van 3 darab rádiója, vigyem el, mert nálam megmarad. És ez tulajdonképpen beindított egy ilyen gyűjtést. Ez 2002-2003 körül volt. Azóta gyűjtjük párommal együtt, járjuk a piacokat, minden egyes fórumon próbálkozunk a vásárlással. Ajándékba is kapunk elég sok készüléket, van egy honlapunk, és azon keresztül megtalálnak. Vannak külföldi készülékek is, így nyomon követhető, hogy a magyar készülékeket össze lehet hasonlítani a külföldiekkel. Hát 1000 darabnál több, igen. Ezek a készülékek lesznek láthatók a Magyar Zeneházában. Ezekkel a készülékekkel be tudjuk mutatni a rádió fejlődését. Az egy detektoros készülék a 30-as évek elejéről. Utána következett a 40-es években egy Orion készülék, egy kis szuper rádió. Aztán a úgynevezett pacsirta készülék, szintén Orion gyártmány, és volt közben a Orionnak egy 520G nevezetű készülék, amiben lemezjátszó is volt, tehát lemezek lejátszára is alkalmas volt. Egy tranzisztoros készülék is látható lesz, ez egy hordozható Orionton nevezetű, a telefongyár gyártotta. A Néprádió az 50-es években a Rákosi korszak rádiója, 6 dobozos, nagyon egyszerű készülék, ugye Kossuth Petőfi és egy közvetítő állomás volt fogható vele. Sokat átalakítottak úgy, hogy a rövid hullám, tehát a Szabad Európa Rádió feltővé váljon bele.